Az év elején az ember általában mérleget von, illetve visszatekint az előző évre. Ön polgármesterként az önkormányzat szempontjából hogyan értékeli a 2015-ös esztendőt? 2015-ös év, ez gazdaságilag is egy kifejezetten jó évnek mondható, stabil évnek. Azt hiszem, hogy a 2015-ös évet úgy is tudom értékelni, hogy a 2014-es évi helyi önkormányzati választások folytán az első teljes kalendáris évről van szó, amikor is már a választási programnak a végrehajtásáról is szól a 2015-ös év. Több mint 100 000 euróval több pénz jött a központi költségvetésből Dunaszerdahelyváros költségvetésébe. Másodszorban az adóbevételek is nagy mértékben emelkedtek. Ez annak is tudható be, hogy mint az európai gazdaság, mint pedig szlovákiai gazdasága élénkülni látszik, ezáltal a vállalkozók és a természetes személyeknek az adóbevétele is növekedett, ezáltal a városnak a bevétele is gyarapodott. El tudom azt mondani, hogy a 2015-ös év költségvetését tekintve közel 1 millió euró körüli plusszal zár a költségvetés a 2015-ös évben. Nem kell szégyenkeznünk, mikor arról is szó van, hogy a Szabó Gyula alapiskolát is felújítottuk 2015-ös évben. Közterületeink is szépülnek, rendezettebbé válnak, tehát mindenképpen az is siker, hogy az a döntés, amit 3 évvel ezelőtt hozott meg a képviselőtestület, hogy alakítsunk egy városi céget, nevezetesen a Municipal Realistet Kft-t. Én azt hiszem, hogy ezek mindenképpen sikerként tudunk beszámolni a tévénézőknek. Tehát mindenképpen pozitívan tekinthetünk 2016 elé, tehát itt van egy új év, ami új lehetőségeket, új kihívásokat és természetesen új feladatokat is hoz magával. A feladatok és a kihívások tekintetében a 2016-os év sem lesz egyszerű, mint a 2015-ös év volt. Azáltal, hogy plusszal zárt a 2015-ös évi költségvetés, ezáltal a 2016-os évre nagyobb mértékű beruházásokat fogunk tudni tervezni és eszközölni, amely mindenképpen hozzájárul az élhetőbb város sátételében, a Dunaszerdai élhetőbb város sátételében, hisz olyan tervek is szerepelnek a beruházások között, amelyet a 2015. november 24-i képviselőtestületi ülés jóváhagyott. A lakótelepeken a parkolóhelyek bővítése, járdáknak a felújítása és egyes útszakaszok, illetve utcáknak a teljes körű felújítása. Én azt hiszem, ez mindenképpen pozitívumként tudom elmondani. Másodszorban pedig olyan jellegű változásokra is sor kerül, illetve kihívások elé nézünk, hogy az informatikai rendszere a városi hivatalnak megújul. Ez egészen más alapokra helyezi az elektronikus kommunikációt, amely azt hiszem a 21. században már elvárható az önkormányzati intézmények nyújtotta szolgáltatásokban. Gyorsabb, biztonságosabb lesz az ügyintézés. Másodszorban pedig olyan kihívás elé is nézünk, amely a következő év, nem csak a 16-os, hanem 17-es évnek a kihívása is lesz, az pedig a Kisudvarnoki út, Nagyudvarnoki út és a Kürti útnak az összekötése, amely révén szeretnénk tehermentesíteni a belváros forgalmát. Polgármesterként tehát nagyon sok tervet, illetve célkitűzést megfogalmazott. 2016 év végén milyennek szeretné látni Dunaszerdahelyt? Mivel lenne elégedett? Örülnék annak, hogyha minél több Európai Uniós pályázatban tudnánk sikeresen részt venni. Mindenképpen azzal lennék elégedett, hogyha Dunaszerdahely városa példával tudna előjárni a többi felvidéki település tekintetében. Itt egy markáns magyar közösség él. A magyar közösségnek tehát vannak kívánságai, elvárásai, és ennek szeretnénk eleget tenni, mind kulturális, mind sportnak a terén, és természetesen pedig városfejlesztés terén, hogy valóban még élhetőbbé tudjuk tenni Dunaszerdahelyet.